Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Több témáink néhány mondatban. Évforduló, 40 éves a szekszárdi Wunderland óvoda. Nem lehet elég korán elkezdeni, kisiskolásoknak tartottak közlekedésbiztonsági oktatást Szekszárdon. Napjaik vannak a bejelentésre, bezárják azokat a vendéglátóhelyeket, amelyek nem szolgáltatnak adatot a helyi önkormányzatoknak. Október 6-a, Tolna megye szerte megemlékeztek a gyásznapról. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a szekszárdi Wunderland óvoda. Az eseményen részt vett Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki beszédében úgy fogalmazott, ezek az intézmények példát mutatnak a határon túl élők számára abban, hogyan lehet a kisebbségi oktatást és kultúrát magas színvonalon művelni és támogatni. A kormányzat folyamatosan nyújt támogatásokat az oktatási intézmények számára, különösen azoknak, amelyek felvállalják a kisebbségek kultúrájának és nyelvének tanítását is. Ebből a szempontból a szekszárdi Wunderland egy zászlós hajó, nem csak Magyarországon, de a határon kívül élők számára is, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Arról is szólt, az elmúlt 10 esztendőben 6-szorosára nőtt a nemzetiségi intézmények támogatása. Ez nem egy öncélú dolog nekünk, teljesen természetes, hogy együtt élünk a nemzetiségekkel, és mindig ezt mondjuk, hogy kincsként tekintünk rájuk, és hogyha ezt egy kicsit ki tudjuk sugározni a mellettünk lévő országokra is, akkor a külhoni magyaroknak is az élete könnyebbé válik, a megmaradás az biztosítottá válik, és én azt látom, hogy nagyon sok jó példa alakult ki, akár Szerbia, Horvátország, Szlovénia, vagy pedig Szlovákia irányában, és hiszem azt, hogy ez az oda-vissza való kölcsönös együttműködés ezt a térséget csak erősíti és csak gazdagítja, és nem pedig háttérbe szorítja. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos maga is otthonosan érezte magát az intézmény falai között, lévén itt töltötte napjait óvodásként. Elmondása szerint olyan szintű alapokat kapott a nyelvtudáshoz, mely később segítette a munkája során. Arról is szólt, a kormányzat továbbra is kiemelten kezeli majd a kisebbségi oktatási intézmények ügyét. Mindenkit bíztatunk arra, hogy ezt folytassa, és nagyon szeretnénk azt, szóval nemzetpolitikával foglalkozó szakember mondom, hogyha a környező országokban ugyanilyen lehetőségek nyílnának az ott élő magyarság számára, hiszen ne felejtsük el azt azért, hogy vannak olyan területek, olyan magyar lakta területek, ahol messze nincsenek ilyen lehetőségek, sőt a létükért kell küzdeni az ott élő magyar nemzetiségeknek, úgyhogy ez egy példa is a körülöttünk élő országok számára, hogy hogyan lehet és hogyan kell a nemzetiségekkel bánni. A kormányzat több esetben nyújtott anyagi támogatást az óvoda fejlesztéséhez, ezúttal 30 millió forinttal támogatta a fűtéskorszerűsítési munkálatok első ütemét. Hefner Adél intézményvezető azt mondta, ez alatt a 40 esztendő alatt folyamatosan értékteremtés zajlott. Több mint 100 újságcikk jelent meg az óvodáról a 40 év alatt, több mint 8500 nevelési napunk volt, és közel 3500 gyermek ment innen tőlünk iskolába. Hogy mi a hozadéka, azt gondolom, hogy ez látható az épületen, a folyamatos megújulás, az innováció, az innovatív pedagógusok, dolgozók, akik azt mondhatom, és büszke vagyok rájuk, hogy egy nagyon jó csapatot alkotnak itt a Wunderland óvodában. Gyurkovics János alpolgármester azt mondta, a Wunderland óvoda az elmúlt 40 év alatt olyan értékrendet alakított ki és képvisel töretlenül, melyet a jövőben is meg kell majd őrizni. 837 új megbetegedést igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 826.636 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.259 főre emelkedett. 627 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 92-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.903.000-en kaptak. Tolna megyében 6 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, így a járvány kezdete óta összesen 17.949-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Első és második osztályos tanulóknak tartottak közlekedésbiztonsági oktatást Szekszárdon. Az országos programsorozat 5. állomása volt a Tolnai megye székhely. Az esemény célja, hogy a gyerekek játékos, interaktív módon sajátítsák el a biztonságos közlekedés alapjait.
Hogy hívják a stoktáblát? Más néven? Állj! Elsőbségadás kötelező. Mindenkinek elsőbséget kell adnom, igaz? Milyen a stoktáblának a színe? Piros. Biztonság az első. Ezen a néven országjáró közlekedésbiztonsági oktatási programsorozatot indított a Magyar Automotorfejlesztési Ügynökség. A projekt célja, hogy támogassa a gyerekek biztonságos közlekedésre való nevelését, hiszen megfogalmazódott egy Európai Uniós cél, hogy 2030-ra felére, 2050-re pedig nullára csökkenjen a közúti balesetek száma. Annak érdekében, hogy ezeket a számokat elérjük, már egész kiskorban el kell kezdenünk az edukációt, és ezért most ezen a programmal az elsős és másodikos gyerekeket látjuk vendégül. A program két részből tevődik össze. Az első egy interaktív oktatás, ami könnyed, vicces, játékos formában zajlik közlekedésbiztonsági szakemberek közreműködésével. Ezután pedig egy épített kresszpályán elektromos biciklikkel, rollerekkel tanulhatják meg a gyerekek az elsőbségadást, vagy akár egy körforgalomba való behajtást. Körbe kell nézni, és gyorsan áthaladok, hogy nem látok vonatot. Látjuk és tapasztaljuk azt, hogy sajnálatos módon tragédiák szinte hetente történnek, és hát ennek a megelőzése érdekében mindent el kell követni annak érdekében, hogy a fiatalok már egész kiskorban ismerkedjenek meg a szabályokkal, a biztonságos közlekedéssel, és ez teljes mértékben elkerülhető legyen. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, hogy örömmel adtak helyszínt ennek a kezdeményezésnek, mert úgy gondolja, nem lehet elég időben elkezdeni a gyermekek felkészítését az utakon való biztonságos közlekedésre. Bár az időjárás nem kedvezett a szervezőknek, ennek ellenére délelőttönként közel 200 gyerek vett részt a játékos elméleti és gyakorlati oktatáson. A turné 13 helyszínt érint országszerte, aminek az 5. állomása volt Szekszárd. Fontos megállapodást kötött Magyarország az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankkal, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter szerdán közzétett videójában. A pénzintézettől Magyarország kormánya 183 millió euró, azaz 64 milliárd forintnyi kedvező finanszírozású hitelt vesz fel, melyet az egészségügy fejlesztésére fordít majd. Az összeget többek között 17 kórház felújítására, laboratóriumi fejlesztésekre, vizsgálati kellékekre és egészségügyi védőeszközök beszerzésére is fordítjuk. A piacinál kedvezőbb kamatozású forrás az erősödő magyar-ázsiai kapcsolatoknak is köszönhető. Magyarország ugyanis az első olyan ország, amelynek a bank az ázsiai régión kívül finanszírozást nyújt. Komoly bajba kerülhetnek azok a szekszárdi vendéglátóipari cégek, amelyek néhány napon belül nem tesznek eleget egy egyszerű bejelentési kötelezettségnek. Az idei évtől ugyanis a települési önkormányzatokat is tájékoztatniuk kell arról, hogy mivel foglalkoznak pontosan. Erre eredetileg március végéig lett volna lehetőségük, ám nagyon sok vállalkozó ezt még nem tette meg, pedig a törvény szerint Szekszárd jegyzőjének október 31-től ellenőriznie kell, hogy megtörténtek-e az adatszolgáltatások. Ha pedig egy üzlet ezt elmulasztja, akkor nincs más lehetőség, mint bezárni azt ideiglenesen. Idén januárban lépett hatályba az a kormányrendelet, ami alapján a vendéglátó üzleteket külön típusokba kell sorolni. A szabályozás 11 féle vállalkozási lehetőséget tesz lehetővé. Így például üzemeltethet valaki éttermet vagy büfét, esetleg cukrászdát, italüzletet, netán zenés, táncos szórakozó helyet. A tevékenységet viszont be kell jelenteni évelejétől a település önkormányzatának, ahol a cég székhelye van. Erre eredetileg március 31-én lett volna lehetőség, nagyon sokan viszont eddig elmulasztották ezt a kötelezettséget. A szekszárdi polgármesteri hivatalban úgy számolnak, hogy a megyei jogú városban nagyjából 300 olyan vállalkozás van, amelyik vendéglátással foglalkozik, közülük eddig körülbelül 100-an nem küldték be a mindössze féloldalas nyomtatványt. Ők pedig nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek. Most van egy olyan változás, egy augusztus 19-től hatályos módosítás szerint a jegyzőnek október végéig, azaz e hónap végéig ellenőriznie kell valamennyi kereskedőt, hogy megtette ezt a bejelentését. Amennyiben azt állapítják meg a vizsgálat során, hogy ezt a bejelentést nem tették meg, tehát nem tettek eleget a kötelezettségüknek. Ugye a jegyzőnek sajnálatos módon nincs lehetősége mérlegelésre, hanem ameddig meg nem teszi a kereskedő a bejelentését, addig be kell zárnia az érintett üzletet. A bejelentőlap kitöltésére hivatalosan október 10-ig van lehetőség.
Polgármesteri hivatal munkatársai viszont ezt követően is segítenek azoknak, akik elakadnának valamiben. Ők egyébként folyamatosan hívják telefonon a vendéglátósokat, hogy tájékoztassák a cégvezetőket az új kormányrendeletről. Amennyiben még nem tették meg, akkor legyenek kedvesek, tényleg 5 perc alatt ki lehet tölteni a bejelentőlapot, és minden létező módon elektronikusan, személyesen, postán be lehet juttatni a kollégáinkhoz. Az önkormányzatnak az ezzel foglalkozó munkatársai egyébként személyesen is, illetve nem személyesen, de telefonon is megkeresik a kollégáink az érintetteket, és igyekeznek fölvenni velük a kapcsolatot. A hatályos jogszabály szerint október 31-ig kell Szekszárdi edzőjéhez beérkezniük a nyilatkozatoknak. Gyertyákkal, koszorúkkal és kulturális műsorral emlékeztek meg a Nemzeti Gyásznapról Tolna megye szerte. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormányminiszterelnökét. A vérontás 172. évfordulójára Bonyhádon, Dombóváron és Pakson is megemlékeztek. Orvok cselén törbe estünk, s vérzik bár a lelkünk, testünk, föl a szívvel, magyarok, föl a szívvel, föl a fejjel. Lampért Géza Nem lehet című verséből idézve kezdte meg ünnepi beszédét Filó Tamás történelemtanár az október 6-ai megemlékezésen Bonyhádon. A hagyományoktól eltérően a rossz idő miatt idén a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház aulájában tartották meg a Nemzeti Gyásznapot. A 13 Aradon kivégzett honvédtiszt, a Pesten főbelőtt Batthyány és mindazok, akik a szabadságharc bukását követő megtorlás során váltak áldozatokká, vértanúi a hazának. Meghaltak az igazságért, melyet a forradalom követelt. Meghaltak a hitükért, melyet a magyarságba vetettek. Meghaltak mindazért, ami összetartotta és összetartja nemzetünket. A történelem tanár beszédében azt is hangsúlyozta, hogy ezen a napon minden vértanú előtt fejet hajt az ország, akik hitükről, életük feláldozásával tettek tanúbizonyságot. Szabó Péter Paks polgármestere is lerótta tiszteletét az aradi vértanúk előtt. Bár a koszorúzást sikerült szabad téren megtartani, a megemlékezést a Városháza földszinti nagytermében rendezték meg. A település első embere ünnepi beszédében elmondta, hiszi, hogy ma különösen fontos elgondolkodni azon, hogy mit üzen a 13 aradi vértanú ünnepe. Az aradi 13 példája mindörökre felkiáltó jel marad abban is, hogy az ember szabadsága nem külsőségekben, az emberi normákkal szembe menő cselekedetekben teljesedik ki, hanem azokban a döntésekben és cselekedetekben, melyek példát adnak méltóságról, igaz, tiszta emberi értékekről. A dombóvári emlékműnél koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket a város és intézményvezetők, valamint a település egyesületei. A kulturális műsorra a Művelődési Házban került sor. A Szent Orsolya Bencés iskolaközpont diákjai és tanárai előadásukkal idézték fel az 1849-ben történteket. Ez egy olyan példátlan történelmi esemény volt, ami addig a világtörténelemben nem fordult elő, hogy ilyenfajta megtorlást alkalmazzanak egy elbukott harc után. És hát igyekeztünk ezzel a műsorral pedagógusként is úgy megünnepelni, hogy ennek a lényeg átjöjjön rajta, hogy ez egy ilyen szomorú, lassú elgondolkozásra késztető ünnep. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1869-ig csak titokban történhetett. A kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá vált. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 1 millió forintot kértek darabjáért, buszokat adott el a pécsi önkormányzati cég. Kell az iskola őr, sokak szerint elkerülhető lett volna Dezső bácsi kálváriája. Fegyverismeret, lövészet, kézigránátdobás, haditorna, megyei döntőt tartottak Somogyban. Titokban és meghökkentő darabonkénti 1 milliós áron vált meg 10 autóbusztól a pécsi Tükebusz. Az önkormányzati cég hozza nyilvánosságra az ügylet részleteit, körülményeit, követeli az ellenzéki oldal. A buszos cég vezetője azt nyilatkozta a sajtónak, hogy szerinte jó üzletet csináltak. A pécsi Fidesz közleménye szerint a városi baloldal egyszer már elherdálta a pécsiek autóbuszait.
Akkor ráadásul úgy adták el őket, hogy még vételárat sem kapott a városértük. Sőt, még ma is, több mint 10 év elteltével a pécsiek pénzén kénytelen a város és a cég visszavásárolni a felszámolótól a járműveket, vagy akár a buszpályaudvarokat. 1 millió forint egy buszért, ennyiért vált meg 10 autóbuszától a pécsi közösségi közlekedést végző önkormányzati cég. Hozza nyilvánosságra a pécsi városvezetés a legújabb buszeladási ügylet részleteit. Ezt kéri a Fidesz városi frakció vezetője és a helyi ellenzék, derült ki szerdán. Lássuk, hogy milyen műszaki állapotú autóbuszokat pontosan mennyiért adtak el, és hogy ez alapján majd csinálhatunk akár egy összehasonlító elemzést, hogy egyébként máshol mások ilyen típusú buszokat mennyire adtak el. Tehát addig csak a döbbenet van az ember arcán, amikor hallja azt, hogy egy autóbuszt 1 millió forintért adnak el darabáron, holott tudjuk, hogy hát ezek a könyv szerinti értékén a cégnek azért a többszörösét érik. Tavasszal azt mondta a Tükebusz vezére, hogy a cég működése stabil. Most mégis pénztelenségre hivatkoznak, mondja a gazdasági bizottságban dolgozó képviselő. A másik zavaró dolog, hogy titokban történt az eladás. Vajon miért, teszi fel a kérdést Csizmadia Péter. Bújócskát játszanak, ugye átláthatóságot ígér Péter Fi Attila, hogy az ő csapata az átlátható módon fogja vezetni a várost. Ugye 2 év telt el most már lassan azóta, hogy megkapták a lehetőséget. 2 év alatt csak ilyen zárt ajtók mögötti háttéralkuk és különböző szocialista kötődésű érdekköröknek a nyomulását észleljük. Hát még a saját szövetségeseik sem kapnak információt. Közben a Tükebusz vezére nyilatkozott a Pécs Aktuálnak. Bánkut István anyagi okokra hivatkozott az eladás kapcsán. Azt mondta a lapnak, hogy állandó megélhetési gondjaik vannak, ezekre kerestek megoldásokat, és jó üzletet kötöttek az igazgató szerint a darabonként 1 millióért eladott buszokkal. Sőt, további járművektől is megválnak, hiszen 200 buszuk van, de ezekből csak 140-et használnak. Ha lett volna iskolaőr, mindez nem történt volna meg, vélik többek is azok közül, akik a Pécsi Dezső bácsiért szervezett tüntetésen vettek részt október elején. Mint arról korábban beszámoltunk, a pedagógus renitens fiatalokat utasított rendre, amiért dohányoztak, azonban a bíróság elítélte. A tanár ugyanis visszatartotta az egyik rendbontót a hátizsákjánál fogva, ám ezt a jogszabályok szerint az iskola falain kívül nem tehette volna meg. A NEFKO-ban egyébként nem igényeltek iskolaőrséget, bár a törvény többek között ilyen esetek megakadályozására is felhatalmazza a segítőszervet. A pécsi Dezső bácsi története már szinte az egész országot bejárta. Mint ismert, a kertvárosi NEFKO tanára 2 renitens dohányzó fiatalt utasított rendre még tavaly. Tette ezt úgy, hogy szóváltást követően megfogta az egyikőjük hátizsákját. Ez azonban törvényellenes cselekedet volt, ugyanis ez bár az intézmény területén, de az iskola falain kívül történt, így a bíróságon elítélték a pedagógust. Pénzbüntetést szabtak ki, de ami a közvéleményt is felháborította, az, hogy eltiltják a tanítástól. Október 1-én szerveztek tüntetést Dezső Báért, aki akkor stábunknak elmondta, hogy a klik sem tehet ez ellen semmit. Az ügyész bead egy beadványt, a bíró ítéletet hoz, és ennek következtében a munkáltatón el kell, hogy bocsásson mérlegelés nélkül. Tehát ezek egymás mellett futó dolgok, és csak itt az én esetemben találkoztak össze, úgy, hogy én viszont úgy gondoltam, hogy ezt nem hagyom, tehát szóvá teszem, hogy szerintem ez így nincs jól, és ez sok ember így gondolja rajtam kívül. Többek között Kővári János is, aki már lépéseket is tett az ilyen és hasonló esetek jövőbeni kezelésének ügyében. Mert hogy mi is történt, az történt, hogy egy tanár, aki meg akarta védeni a gyerekeket, ez ebben a helyzetben, amiben akkor voltak, ő került elítélésre, ez teljesen abszurd. Nem fordulhat elő a jövőben, hiszen akkor a többi tanár ezután nem ismer majd intézkedni, úgyhogy azon leszünk, hogy ez a helyzet megoldódjon. Őri László szerint pedig iskolaőrségre lenne szükség a kertvárosi intézményben. Hogyha ez a rendszer föl tudna állni itt Kertvárosban is, itt is lenne iskolaőr az iskolába, kérni ezt az iskola, és ez bevezetésre kerülne, én azt gondolom, hogy akkor a normális rend tudna helyreállni, és a mai iskola is olyan lenne, mint a mi gyerekkorunkban, amelyre oly szép emlékként gondolunk vissza. A NEFKO viszont nem igényelt ilyen szolgáltatást, pedig az iskolaőr elsődlegesen biztosítja, hogy a kijelölt oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai zavartalanul elláthassák feladataikat.
Ehhez egyébként egy 120 órás alaptanfolyami képzésen vesznek részt szolgálatba állításuk előtt. Ez három modulból áll, pedagógiai, pszichológiai alapképzésből, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modulból, valamint rendvédelmi felkészítésből és gyakorlati modulból, és ezt követően minden modul után vizsgát tesznek, majd aztán egy iskolaőri vizsgát tesznek, és ezután kezdhetik meg az iskolaőri feladatellátásukat. A jogszabályban részletesen is leírják, hogy egészen pontosan mire terjed ki az iskolaőr hatásköre. Itt olvasható, hogy jogában áll elkövető személlyel szemben testi kényszer alkalmazása, a biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység abbahagyása érdekében. Sőt, vegyi eszközt, rendőrbotot és még bilincset is használhat. Ami pedig szintén fontos, hogy nem csak az iskola falain belül, hanem az intézmény egész területén, azaz az udvaron is tanítási időben. Az országos haditorna verseny megyei döntőjét tartották Somogyban. Bodrogon 12 középiskola diákjai 10 helyszínen mérhették össze tudásukat szerdán. A győztes csapat az országos fináléban képviselheti Somogy megyét. Elég régóta van OHV verseny, és szerencsére Somogy megyében minden évben idáig sikerült megrendeznünk. Felsorakoztak a diákok a frontvonalon. Az eligazítás után kezdetét vette a 2021-es országos haditorna verseny megyei döntője. A bodrogi rendezvényen a katonai kiképzés egyes ágaival is megismerkedhettek a fiatalok. Már hagyományosan ebben az évben is megtartjuk az országos haditorna versenyünket. Minden megyében szeptember-október hónapban van ez, és az országos döntő várhatóan következő évben, április környékén lesz majd Budapesten, mint Somogy megyében. 7 megyei iskolának 12 csapata fog most részt venni a versenyen. A négyfős csapatok 10 versenyszámban mérhették össze egymással erejüket. A feladatok között honvédelmi totó, fegyverszét, illetve összeszerelés, lézerfegyveres lövészet, akadálypálya és kézigránát dobás is szerepelt. Az időjárási viszonyok azonban tovább nehezítették a diákok dolgát. Az esős idő után nagyon embert próbáló egy feladat. Az árkokban nagyon saras, csúszós a terep, de megfelelő technikával szerintem vígan végig lehet menni rajta gyorsan és ügyesen. Sőt, a végén a nagyon szükséges a csapatmunka. A fiatalok célja az országos döntőbe jutás. Ennek reményében állították össze a csapatokat is. Egy-két hónapot próbáltunk edzegetni, amennyire lehetett, amennyire az ő időbeosztásuk, illetve az enyém is engedte. Ugyanez egy kicsit mindig eltér itt a versenyszámok, és az országos döntő az megint csak más, tehát azért úgy próbálom kiválogatni az embereket, hogyha aspiránsok vagyunk az országos döntőbe jutásra, akkor ne legyen nagy keverés a csapatban, hogy egyből tudjunk arra összpontosítani és arra készülni folyamatosan. A lányok körében is egyre népszerűbb a katonai pálya, ezért egyre többen vesznek részt ilyen versenyeken. Nekem nagyon tetszett igazából. Egyrészt nem kellett iskolába menni, a másik meg én katonai szeretnék lenni. Szóval nekem ugye így valahogy közel áll hozzám. Az iskolák többsége már évek óta indul ezen a tornán. Madai Imre csapata Tabról érkezett, ő azt mondja szívesen indul lánycsapattal. Sokszor szorgalmasabbak, jobban akarnak mind a fiúk. Sokszor jobb eredményeket is érnek el. Főleg a lövészet az elég erős szakunk, és abban is hátabb a lányok majd jobban teljesítenek, mint a fiúk. A budapesti döntőbe végül a somogyzsitfai mezőgazdasági technikum jutott be, megelőzve a kaposvári gépipari polisz, illetve kadét elnevezésű együttesét. A legjobb női csapatnak járó különdíjat a siófoki Krúdi Gyula technikum és gimnázium tanulói vihették haza. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Évforduló, 40 éves a szekszárdi Wunderland óvoda. Nem lehet elég korán elkezdeni, kisiskolásoknak tartottak közlekedésbiztonsági oktatást Szekszárdon. Napjaik vannak a bejelentésre, bezárják azokat a vendéglátóhelyeket, amelyek nem szolgáltatnak adatot a helyi önkormányzatoknak. Október 6-a, Tolna megye szerte megemlékeztek a gyásznapról. Pénteken is borongós idő lesz, további esőzésre számíthatunk, de fokozatosan gyengül az intenzitása, alkalmanként meg is szűnhet. Hűvös lesz, az élénk keleti szél pedig tovább rontja a hőérzetet. Éjszaka megszűnik a csapadék és lecsökken a felhőzet.
Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!